A megyei önkormányzat évek óta helyet biztosít a tudománynapi rendezvényeknek. Az idén az egészséges élelmiszerekről rendeznek konferenciát. A téma különösen aktuális, hiszen világszerte egyre nagyobb a kereslet a jó minőségű élelmiszerek iránt. Dr. Lenti István a konferencia elnöke szerint Magyarország abban a helyzetben van, hogy meg tudná termelni saját részére ezeket az élelmiszereket. Magyarország rendelkezik azzal a potenciállal, vegyük tájpotenciálnak, agrárpotenciálnak, hogy saját élelmiszerét egészségesen meg tudná úgy termelni, hogy nem szorulna rá a nagy nyugati világ, úgymond burkolt, műanyagba csomagolt, olykor különféle tartósító anyagokkal, vagy anélkül, bezárt élelmiszereire, különféle E betűs anyagokat tartó élelmiszerekre. Mi magyarok ebben nagyon jók vagyunk, és nagyon jók lennénk, ha szabadna szabadon tenni dolgainkat a magyar agráriumban és élelmiszerfeldolgozásban. A megye fejlesztési stratégiájában kiemelt helyen szerepel a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése. A megyei közgyűlés alelnöke szerint a tudományos eredmények felhasználása és alkalmazása hozzájárulhat a gazdaság fejlesztéséhez, ezért is támogatják a tudománynapi konferenciát. Azt gondolom, hogy a megye egyik fő gazdasági stratégiai célja a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztése. Itt az mindenképpen vannak közös pontok. A tudomány szakemberi és a gazdaság szakemberei egy jó fórumon tudnak erről vitatkozni, vagy véleményt cserélni, akkor azt gondolom, hogy már elértük a céljunkat. A Magyar Tudománynapi Konferencia nyitott, minden téma iránt érdeklődőt várnak a megyeháza dísztermébe. A rendezvény zárásaként koncertet ad egy határon túli fúvós együttes, amely Csíkszentsimonról utazik egy lengyelországi fesztiválra. A fiatal muzsikusok a konferencia tiszteletére állnak meg Nyíregyházán.